Üdvözlöm a stúdiumban Fenyvesi Zoltánt, a Veszprém megyei közgyűlés alelnökét, és egyben a Fidesz harmadik számú választókerületi elnökét. Legutóbb sajtótájékoztatót tartott a kormány döntéseiről. A legutóbbi döntések mit jelentenek az átlag választópolgár számára? Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Való igaz, hogy olyan bejelentést tett a kormány, ami azt lehet mondani talán, hogy horderejű és minden magyar választópolgárt, minden magyar családot érint, hiszen ez a bejelentés az egyben minimálbér emelés jelent, adócsökkentés jelent és jogdíj emelést jelent. Nézzük sorba mindegyiket, néhány gondolat erejéig, hiszen ez egy csomag keretében került bejelentésre, csomag keretében jelentette be miniszterelnök úr. 2017-ben egy olyan minimálbér emelés következik be, ami a rendszerváltás óta még nem volt Magyarországon, és többet tett a Fidesz, többet emelte a Fidesz 4 év alatt a minimálbért, mint az azt megelőző szocialista kormányzat 8 év alatt tette volna. 2017-ben 15%-a emelkedik majd a minimálbér, ami azt jelenti, hogy 127.500 forint lesz, a szakmunkás minimálbér pedig 25%-kal emelkedik, ez 161.000 forint lesz az elkövetkezendő évben, és 2018-ban is folytatódik majd ez a béremelés, hiszen 2018-ban a minimálbér újabb 8%-kal fog emelkedni, 138.000 forint lesz, a szakmunkás minimálbér pedig újabb 12%-kal fog emelkedni, és 180.500 forint lesz. Én azt gondolom, hogy ez a két utóbbi szám a mérvadó, hiszen egy év alatt a szakmunkás minimálbér 180.000 fölé fog emelkedni, a minimálbér pedig 138.000 forint lesz. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jelentős tételek. Azért is jelentősek, mert itt Ajkán élők nagyon sokan voltak, akik a versenyszférában minimálbéren voltak bejelentve, minimálbért kerestek, és számukra ez igazán jó hír, és azt gondolom, hogy az a jó gazdaságpolitika, amit az ország folytatott, és amit az Orbán kormány folytatott, az most érzékelhető lesz az emberek számára is, hiszen egy jó gazdaság megengedi, hogy béremelés is bekövetkezzen. Ez volt tehát az egyik jelentős tétel, amit sajtótájékoztatón bejelentettünk. A másik az adócsökkentés. Az adócsökkentést az alapján tehette meg a kormány, cserébe adta a munkaadóknak azért, mert a minimálbért ők pedig meg fogják emelni. Az adócsökkentés azt jelenti, hogy a társasági adó 9%-ra mérséklődik, és ez a legjobb lesz az Európai Unióban. Az adó paradicsomnak számított Cipruson is 12,5% a társasági adó, és ez egy óriási lehetőség lesz a társaságok számára. 52.000 vállalkozás van Veszprém megyében, akiknek jelentős része 10, illetve annál kevesebb főt foglalkoztató üzemek, illetve egyéni vállalkozók, és most az elmúlt időszakban bekövetkezett, közszférában bekövetkezett béremelés, most a versenyszférában is bekövetkezhet, és ennek mindenképpen örülni kell. Ami pedig kifejezetten jó, hogy ez a járulékokat is magával vonja, a járulékcsökkentést is magával vonja. Jövőre 5, 2008-ban pedig újabb 2%-kal fog csökkenni a járulék. A harmadik része a nyugdíj emelés, és azt láthatjuk, hogy a gazdasági teljesítmény feletti nyugdíj emelés várható, az infláció feletti nyugdíj emelés, 1,6%-os lesz a nyugdíj emelés, és következő évben, és minden nyugdíjason futásunk most karácsonyra kap 10.000 forintos Erzsébet utalványt, ami szintén úgy gondolom a nagy segítség a nyugdíjasok számára. Karácsonyi vásár mennyit van. Ajkaváros polgármestere tett egy olyan kijelentést, egy kicsit ilyen ironikusan talán, bár én nem tudom eldönteni, hogy hogyan gondolta, tehát véleményem szerint egy kicsit ironikusan, hogy még ne álljanak neki nyugdíjasoknak címezte persze ez, hogy ne álljanak még neki vásárolni, várják meg még a nyugdíjemelést. Mi a véleménye erről egy ilyen típusú megnyilatkozásról? Hát azt gondolom, hogy
egyértelmű mindenki számára a vásárolni, akkor lehet, hogy a kezemben van a pénz, de ezt a kormány meg fogja kapni. Lehet, hogy a polgármester úgy gondolta, hogy ha a szocialistákon múlna a nyugdíj emelés, akkor soha nem kapták volna meg, vagy nem kaphatnák meg. Ha a szocialistákon múlna, akkor bizony várhatnának még a nyugdíj emelésre. Hát ha a polgármester úr ironikus gondolataira gondolok, akkor valószínű erre gondolt polgármester úr, de ez talán nem is olyan ironikus, hiszen a szocialisták esetében valóban várhatták az emelést, a szocialisták esetében nyugdíj csökkenés következett be, hiszen ők csökkentették a nyugdíjat, sőt el is vették a 13. havi nyugdíjat. Ezt az Orbán kormány most helyre teszi, és emeli a nyugdíjakat. Hát ez a nagy különbség a Fidesz és az MSZP kormány között, míg az MSZP elvesz, a Fidesz pedig ad. Térjünk ki kicsit át egy másik vizekre, még hozzá az oktatás vizére. Most eléggé sok változás történt az oktatás területén, itt Ajkán és a térségben is. A szakképzés talán az, amelyik legnagyobb változáson esett el. Milyen változások lettek érvényesek mostantól kezdve? Ez így igaz, hiszen ha néhány hónappal ezelőttre gondolok, akkor azt láthattuk, hogy Veszprém megye nyugati régiójában, Ajkától, Sümegen át, Tapolcán át, egészen a Keszthelyi medencéig és Jánosházáig átnyúlva nem volt állami szakképző intézmény, és ez azt a problémát vonta maga után, hogy nincsen szakember utánpótlás sem a vállalatoknál, és ez nagyon-nagyon nagy veszélyt jelentett a jövőre nézve, a gazdaságra nézve is. Én azt gondolom, hogy ezen kellett nekünk módosítani, és ezt az elhibázott szakképzési modellt, amit Ajka városa követett az elmúlt 4 évben, amikor megszüntette az állami szakképzést, és ezt átadta egyházi fenntartásra, akkor már látható volt, hogy ez milyen veszélyeket rejt magában, és én azt gondolom, hogy ezt kellett az államnak helyre tenni. Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ez megforduljon, nagyon sokat tárgyaltunk az ajkai vállalkozásokkal, vállalkozókkal, akik kérték tőlünk ennek a módosítását, és való igaz, hogy óriási változások történtek be, hiszen október közepén a Szentgyörgyi Iskola csatlakozott a szakképzési centrumhoz, így már van Ajkán állami szakképző intézmény, és további tárgyalások folynak az irányban is, hogy a Bercsényi iskolát is átveszi újra állami intézményként, állami fenntartásba az állam, és így már a fémipari, a faipari, illetve az épületgépészeti szakmák is állami felügyelet alá kerülnek már a következő évtől, és én azt remélem, hogy ez mindenképpen pozitív változás lesz a szakember utánpótlás tekintetében. De nem csak Ajkán, hanem Sümegen is hasonló változások következnek be, és Sümegen is elindul egy állami szakképzés a következő tanévtől. A különbség a kettő között az, hogy a sümegi a pápai centrumhoz fog tartozni, míg az ajkai szakképző pedig a veszprémi centrum felügyelete alá tartozik, de mindenképpen jelentős előrelépés, hiszen a régiónkban így 2 vagy 3 szakképző intézmény is állami felügyelet alá kerül az elkövetkezendő években. Ajka tekintetében ugye 3 szakképző intézmény iskola van, Szentgyörgyiről és a Bercsényiről említést tett, de mi lesz a sorsa a Bánkinak? Hát a Bánki az továbbra is a hídgyülekezete fenntartásában van, és azt gondolom, hogy elsősorban a hídgyülekezetén múlik, hogy mi lesz ennek az intézménynek a sorsa. Én nagyon bízom abban, hogy az intézményben olyan képzés fog folyni, ami Ajka városának jó. Nem vagyok meggyőződve, hogy ez a gimnáziumi képzés lenne. Van Ajkán 2 gimnázium. Most újabb 3 gimnázium osztály indítása szerintem kockázatos a városban. A városban elsősorban szakmunkásokra van szükség, szakemberekre van szükség, az országnak is, és a városi vállalatoknak is. Ezt kinyilvánították egyértelműen. Én nagyon bízom abban, hogy a Bánki profilja továbbra is a szakképzés marad, szakgimnázium marad, és szakember utánpótlása lesz a ajkai és ajka környéki vállalkozásoknak. Egy kicsit folytatva beszélgetésünket, most már megyei önkormányzati munkáról beszélgettünk. Bőfél évvel ezelőtt beszélgettünk a topos pályázatokról, most már lassan döntés születik. Mikor várhatóak a döntések? Igen, volt egy-két olyan lépés, amit nekünk is megyei önkormányzati szinten meg kellett hozni ahhoz, hogy a döntések felgyorsuljanak. Ezeket meg is hoztuk. Az elmúlt megyegyűlésen létrehoztunk egy bizottságot. Ez a bizottság lesz az, amely javaslatot tesz majd
az elnök számára a pályázatok tekintetében, és ezt a javaslatot viszi majd tovább az elnök az egyeztető bizottság elé, ahol ő, illetve az államtitkár fog közösen dönteni arról, hogy melyek lesznek azok a fejlesztések, a topos fejlesztések, területfejlesztések, amelyek megvalósulhatnak. Kettőjük együttes döntése szükséges tehát majd ahhoz, hogy egy pályázat megvalósulhasson. Mi ezt a bizottságot felállítottuk, a múlt héten a munka elkezdődött, bizonyos esetekben a bizottság már javaslattételi lehetőséggel is élt, és azt tudom mondani, hogy a 2017-es év első negyedévében valamennyi eddig beadott top pályázat elbírálásra kerül, és néhány hónappal később pedig megindulhat a fejlesztés, amit én is tudom, hogy már nagyon várnak a települések, már csak azért is, mert ha ez lezajlik, akkor azonnal beindul a második kör, és újra lehet pályázni, esetleg azok számára, akik kimaradtak az első pályázati körből, vagy pedig azért, mert új ötleteik vannak, szintén beadhatják a pályázataikat, és nagyon remélem, hogy 2017 második felében pedig ebben a körben, második körben is döntés fog születni, és megindulhat a fejlesztés. 2018 tavaszára, nyárra pedig már nagyon sok fejlesztés átadásra is kerül. Mint a Veszprém megyei közgyűlés alelnök azért bejárja az egész vidéket szinte. Milyen tapasztalatai vannak? Mennyire ismerik az ott élők, a falvakban, városokban élők az önkormányzat munkáját? Igyekeztünk az elmúlt időszakban tudatni az emberekkel azt a munkát, amit végzünk, és azt a változást, ami bekövetkezett, hiszen egy intézmény fenntartó megyéből egy település fejlesztő megye lett. 2012 előtt a megye óriási intézményhálózattal rendelkezett, egészségügyi, szociális, oktatási intézmények, most nincsenek ezek a megye fenntartásában, kezelésében, állami kézben kerültek. Most egészen új feladatot kellett nekünk vállalni, ez a településfejlesztés. Én nagyon sokat járom a vidéket, nagyon sok településre megyek el, tájékoztatom az embereket, meghívnak rendezvényeikre, átadásokra, nagyon sokszor kérik a segítségemet egy-egy ügy elintézése kapcsán, és ezeket meg szokták hálálni olyan értelemben, hogy a sikerül elintézni, vagy sikerül előmozdítani egy-egy fejlesztés, előmozdítani egy-egy ügy megoldását, akkor örömmel hívnak meg a településekre, és én nagyon szívesen megyek is ezekre a településekre, és nagyon szívesen veszek részt a programaikon. Nagyon sokat járom a vidéken, szinte lehetetlen lenne elmondani, hogy mennyi minden van így a feladataim között, de ezeket boldogan csinálom, boldogan végzem. Aki követi a Facebookot és követi a közösségi oldalakat, az látja, azok látják, hogy valóban aktív életet élek, de hát ez a feladatom, ez a munkám, ezt vállaltam, és ezt örömmel végzem. Ha már azt mondta, hogy nagyon sok programon vesz részt, talán legutoljára ajkai rendezvényen aktívan, nem részvevőként, talán ajka rendekkel az 56-os ajkai ős Nagy Alajos emléktáblájának a avatásán vett részt. Volt egy kis vihar ez ügyben, hogy most meghívták-e a városvezetés, vagy nem hívták meg. Mi a vélemény erről? Mennyire 56-ról beszéltünk, vagy mennyire beszéltünk a napi politikáról inkább? Való így van, ünnepi beszédet mondtam Nagy Alajos emléktáblájának avatásán, leleplezésén, amelyen maga az özvegy, és itt volt Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke is. Azt gondolom, hogy ezt a vihart ezt maga a városvezetés, vagy az MSZP gerjesztette. Ezt a rendezvényt az 56-os vidék egyesület szervezte, mozgalom szervezte, akiknek nyilvánvaló feladatuk, hogy ápolják 56 hőseit, és ápolják 56 emlékét. Ők szervezték ezt a rendezvényt, és tudom, hiszen az alelnök nekem személyesen mondta, hogy meghívta az MSZP két ajkarendeki képviselőjét, Pákai Pétert és P. Katillát, akik nem mentek el erre a rendezvényre. Úgy gondolták, hogy ők valamilyen oknál fogva nem szeretnének részt venni ezen a rendezvényen. Tehát az, hogy az MSZP-s vezetés nem kapott meghívást,
Ez nem igaz. Nagyon sokszor előfordul, bizony, hogy minket nem hívnak meg városi rendezvényre. De hogyha az egyikünket nem hívják meg, ez nem jelenti azt, hogy a másik sem megy el erre a rendezvényre. Részt szoktunk venni a városi rendezvényeken. Tehát én azt gondolom, hogy nem az MSZP-s városvezetés az, akiket nem hívnak meg a városi rendezvényekre, hanem minket. Engem például alelnökként soha egyetlen egy városi rendezvényre nem hívtak meg. Ezt azt gondolom, hogy fontos megjegyezni, bár akkor, amikor segítségre van szükség, akkor ezt nem szokták elfelejteni, akkor tudják a telefonszámomat, meg tudják a címemet, e-mail címemet is, de ilyenkor nem szoktak minket meghívni. Tehát én azt gondolom, hogy fordított a helyzet, a fideszes képviselőket nem szokták meghívni bizonyos rendezvényekre, sőt van olyan fideszes képviselő, aki bizottságnak sem tagja, ami a rendszerváltás óta csak most fordult elő, és csak ebben a városvezetési ciklusban fordult elő. Tehát én ezt egy álproblémának tartom. Valóban nagyon fontos volt Ajka rendeken ez az emléktábla avatás, hiszen Nagy Alajos, 56 egyik hőse, az Ajkán, a plébánián élt a 56-os időszak, 56-os események következtében, és utána innen hagyta el az országot. Én nekem volt szerencsém Nagy Alajossal még találkoznom, hiszen amikor a szakdolgozatomat írtam, akkor az ajkai üveggyárban, annak a múzeumában találkoztam Nagy Alajossal, akit akkor nem ismertem, csak amikor beszélgetésbe elegyedtünk, akkor derült ki, hogy ő kicsoda, és aztán későbbiek során, amikor Ékes József polgármester volt, akkor ő meghívta 56-os ajkai rendezvényekre Nagy Alajos, aztán 2002 után MSZP-s vezetés lévén már nem hívták meg 56-os hősét, ajkai hősét, ajkai 56-os eseményeket, ez is sok mindent elárul. Most, ahogy beszélgettünk, vagy értem, hogy beszélgettünk, eszembe jutott valami. Pár héttel ezelőtt megjelent egy országos internetes oldalon egy buszögöl, buszmegálló avatás, nem tudom, látta az alelnök úr ezt a szállítást. És ott is a Pad Ferencnek a körzetünk kormányzati képviselőnek köszönték meg, hogy ő járta ki ezt a fejlesztést, holott nekem vannak olyan információ, ami szerint az előző kormányzati képviselő, Táncsis Tamás már kérte korábban ennek a buszmegállónak a elkészítését. Mintha az emberi emlékezet egy kicsit csalóka néha. Talán ezt lehet mondani erre. Mi a véleménye erről egyébként, hogy mennyire valósulnak meg Ajkán a úgymond ellenzéki fideszes javaslatok a fejlesztésekre vonatkozóan, illetve mennyire jobban dominálnak inkább az MSZP-s fejlesztési javaslatok? Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki javasolja ezeket a fejlesztéseket, MSZP-s képviselő vagy fideszes képviselő, a jelenlegi vagy a korábbi. A lényeg az, hogy megvalósul, és az emberek javát szolgálja, az emberek életkörülményeit javítja. Az embereknek ez a fontos, és ők ennek örülnek. Egyébként ők tudni vélik, és mindenki tudja, aki ott él az adott körzetben, hogy valójában ki az, aki kezdeményezte, és ki volt motorja ezeknek a fejlesztéseknek. Nyilván nem lehet őket beetetni, nem lehet őket félrevezetni, lehet ugyan bármilyen újságcikket készíteni, bármilyen riportot készíteni, és felmagasztalni valakit, de az emberek tudják, hogy ki volt az, aki valóban foglalkozott ezzel a témával, ki volt az, aki lejárta ezt az ügyet, és ki volt az, aki beszélgetett az emberekkel, felmérte az igényeit. Az embereket nem lehet becsapni. Én egyébként egészen más oldalról közelíteném meg ezt a kissé komikusnak tűnő híradást. Ezt egy baloldali média, baloldali internetes média kapta fel, és ironikus formában jegyezte meg, hogy azt a 3 vagy 4 méter négyzetmétert milyen nagy csindadrattával adták át. Hát én azt gondolom, hogy érdemes elolvasni a 444 híradását ezzel kapcsolatban. Valóban megmosolyogtató, és én egy igazi szilveszteri adásnak fogtam fel, amiben komikumként kezelik ezt a bizonyos néhány négyzetméteres átadást. Hát fogjuk be annak, hogy Ajkán most az elkövetkezendő időszakban hát ilyen a csindadattát kell tartani, amikor néhány négyzetméter átadásáról van szó, mert körülbelül ez várható, ahogy elnézem a város költségvetését. Alelnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt és megtisztelt bennünket. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok önöknek és a tévénézőknek is.